Idén második alkalommal rendezték meg az Agrovirtus országos vetélkedőt, amely kifejezetten az agrárfelsőoktatásban résztvevő hallgatóknak szólt. Az előselejtezőn 95 csapat indult, az online fordulók után 12 jutott be az Agrovirtus Akadémiára és vett részt az elődöntőben. Azt gondolom, az intézmény számára ez egyértelmű visszacsatolás annak, hogy az oktatási színvonal az jó helyen van, tehát megfelelő színvonal oktatásban részesülnek a hallgatók, és talán még az is nagyon fontos üzenete ennek a díjnak, hogy egy olyan szakmai zsűri bírálta el az eredményeket, akik az életszerűséget és a gyakorlatiasságot tekintették elsődlegendő szempontnak. Így nem az számított elsősorban, hogy honnan szerzik a hallgatók a feladat megoldásához szükséges információkat, hanem hogy azokat valóban hatékonyan használják fel. Ehhez kellett a felkészítő tanárok támogatása és kapcsolatrendszere. Hát alapvetően van egy belső motiváció, mert amúgy nem is indultak volna el, ez nem egy kötelező verseny volt, hanem az egyik csapat már tavaly is részt vett, akkor elmentünk a döntőre, és ott kaptak egy olyan plusz töltetet, hogy ő náluk nem is volt kérdés, hogy indulnak az idén. A másik csapatnál pedig, amikor az első feladatot sikerült legyűrni, és a rendszerrel megbirkózni, onnantól kezdve már gördülékenyen ment nagyon a dolog. A feladat az volt, hogy költsenek el virtuálisan 200 millió forintot olyan fejlesztésekre, amelyekkel növelhető az agrárszektor működésének hatékonysága. A nehezítés pedig az volt, hogy meg kellett felelni a 2030-tól életbe lépő ammónia csökkentésű előírások szabályainak. A nyertesek fantázia nevet viselő csapat bejutott a döntőbe is. Úgy gondoltuk, hogy az egyik legjobb módja ennek, hogy csökkentsük például az ammónia kibocsátást, az ökológiai gazdálkodás forma átállása. A másik megoldásunk, ami szóba jöhetett, az pedig egy újfajta öntözés technológia rendszer, ami annyiból áll, hogy egy csőrendszer van fektetve a talajba, és nincs párolgási veszteség, és bele lehet juttatni a műtrágyát az öntözővízbe, ezáltal hatékonyabb a termelés, illetve csökkentjük az ammóniát, mivel kevesebb kell belőle, mert egyből a növény gyökeréhez jut. A hallgatók versenyen való részvételét névre szóló oklevéllel ismerte el a Nyíregyházi Egyetem, emellett pedig bekerültek az Agrovir Kft. Karrierprogramjába is.